Szerethető és elgondolkodtató történet elevenedik meg a szárazréti kultúrudvar színpadán. Elkezdődött a nyári színház. A Jövőre veled ugyanitt első és második részét láthatják Hargitay Iván rendezésében. A romantikus nagy sikerű vígjátékot Váradi Eszter Sára és Keller János játsszák. Emberi kapcsolatok egy férfi és egy nő, akik évente egyszer találkoznak. Szenvedély, mély barátság között hullámszik a különleges viszony évtizedeken át. Röviden így foglalható össze a Jövőre veled ugyanitt című romantikus vígjáték első és második részének története. Ahhoz értek, hogy azt hiszem, hogy tudok történetet olvasni, hogy ezt jól sikerül-e megrendezni, az már majd kiderül, de hogy nyilván a szituációk érdekelnek, hogy hogyan hatnak egymásra ezek az emberek. Gyakorlatilag olyan, mintha ez a pár egy idő után, nyilván nem véletlen, tudatosan válni kezd el így a szerző, hogy néha ez átfordul olyan, mintha valóban házasok lennének. Tehát, hogy ez a könnyed oldott szeretői viszony, hogy találkozunk hetente, havonta, vagy évente egyszer, és semmi felelősség, csak így örülni egymásnak, és másikból csak leszedni azt, ami bájos és kedves, hanem igazából a sötét oldalakaikat is mutatják egymásnak. Több stációs történet, nagyon sokfajta módon mutatják egymást egymásnak, nem csak kellemesen, de közben ez egy virtuóz színészi technikát kíván. Nagyon ez az amerikai dialóg technika van, ahol fantasztikusan van poentírozva gondolat, vicc, egymás kóstolgatása és bosszantása, egy hallatlan virtuóz, egymásba kapcsolódó beszélgetés és vitatkozási sebességet és gondolati sebességet követel, és ebbe van még belesűrítve egy drámai helyzet. Hát nagyon furcsa, de sokszor Shakespearehez hasonlítható ez, ahol egy mégiscsak egy verses, nem a prózai Shakespeare részekről beszélek, hanem alapvetően a blank verse részekről, hogy miközben versben van, nem lehet atomjaira szedni szét a szöveget, és úgy kezelni, mintha egy kortárs darab lenne, hanem egyszerre kell a versnek a ritmusát megtartani, és közben érzelmeket kifejezni. Most ezzel az amerikai dialógtechnikával ugyanez a helyzet, hogy egyszerre kell tudni egy elképesztő gondolati sebességgel dolgozni, és közben mégis az emberül sok mindent kifejezni. Ugye két ember története, de alapvetően mégsem csak az ő történetük. Hát ő történetük, hát nyilván tágul, mert ugye egyrészt, amit kérdezel, nyilván szó van arról, hogy azért így vagy úgy betöremkedik a család és a magánélet. Nyilván van egy bája annak is, hogy az elején még a gyerekeikről beszélnek, az első részben, a darab első részében, és amit most bemutatunk, ez a Jövőre veled ugyanígy kettőben pedig már az unokák is megjelennek. Nyilván van benne valami erőltetettség, és mégis valami evidens abban, hogy ők együtt vannak. Néha ez már olyan ebben a másik részben, mintha már nem is a szex lenne az elsődleges, amiért összejárnak, hanem beszélgetni egy jót és kiönteni a lelküket. Nyilván a kor haladtával ez egyre inkább így van. És hát bonyolódik az életük, és egy nagyon különleges barátság ez sokszor, és nem is szerelemnek hívható, hanem inkább egy nagyon mély, komoly barátságnak. Említetted, hogy a kettőt mutatjátok be, ugye az első és a második részt mutatjátok be itt a nyári színház keretében, ami egy kuriózum, ezt elmondhatjuk, nem? Hát rendkívüli időutazás, tehát azért ez nagyon ritka a színház történetben. Tudunk róla, hogy tőlünk keletre és nyugatra vannak olyan előadások, amik kétnaposak. Magyarországon nagy ritkán volt olyan, híres volt, azt hiszem, Zsámbéki Gábor Falstaffja, ami két estés volt, ez a szerintem 80-as évek eleje, amikor olyan terjedelme egy színdarab, hogy nem elég egy este hozzá, hanem két alkalom kell, valószínűleg két egymás követő este. És itt pedig, hát ez is egy ilyen rendkívüli dolog, hogy ez a két színész 50 évet ölel föl, 12 stációja van ennek a két estének, és egy nagyon, nagyon izgalmas kerek történeti áll össze, miközben hát nyilván nehéz megmondani, hogy mi az érdekesebb, a 25-től 50 évig tartó életünk, vagy az 50-től 80-ig egészen más. Éppen ezért külön-külön is fogyasztható ez a kettő, más az élettapasztalat, az élethez való viszony, máshogy szólaltatják meg ezt a kettősüket, ezt a drámájukat. Önállóan is megér, de ez, én azt gondolom, hogy kár lenne kihagyni. Ez nem a reklám helye, hanem valóban azt gondolom, hogy egy olyan érzelmi, szellemi kuriózum, ami,
nem tudom, 20-30 évente fordul meg Magyarországon egy ilyen lehetőség, nem hogy Székesfehérváron. Doris 24 éves boldog házasságban élő asszony Oaklandből, George 27 éves nős könyvelő New Jerseyből. A férfi és a nő véletlenül fut össze egy kaliforniai tengerparti fogadóban, ahova Doris egy vallási közösséggel, míg George egy üzleti partnerével érkezik. A két rész 50 évet ölel át. Óriási kihívás és nagyon nagy lehetőség az, amit te is mondtál, hogy 50 évet kell eljátszani. 25 éves korunktól kezdődik a történet, és közel 80 évesek leszünk, mire a történet véget ér. Ugye ez két előadás, kétszer két felvonás. Nagyon nagy lehetőség benne az, hogy egy egész életutat megmutathatunk. Ugye ez egy szeretői viszony, ahonnan indul ez a történet, de annál sokkal többről szól. Nem csak a két embert ismerhetjük meg, hanem rajtuk keresztül az ő családjaikat, a gyerekeiket, aztán később az unokáikat is. Én hiszem azt, hogy aki ez megnézi ezeket az eladásokat, biztos, hogy talál benne olyat, ami az életében nehézség, kihívás, és talán megoldást is kaphat arra, hogy hogyan lehetne ezt a mindennapokban megoldani. Két hétköznapi emberről szól a történet, de mégsem hétköznapi történet, hiszen az, hogy 50 éven keresztül mindig ugyanazon a napon visszatérjenek arra az egy éjszakás kaland helyszínére, azért ez nem egy hétköznapi dolog, nem? Egyáltalán nem. Szerintem nagyon szellemesen írta meg az író, hogy valóban minden évben egyetlen egy hétvégét töltenek együtt. De ami legfontosabb ebben az, hogy olyan dolgokat mondanak el egymásnak, amit máshol nem. Amit a családon belül nem mernek elmondani, a barátoknak se. Tehát ez sokkal többről szól, mint egy szerelmi légyot, vagy egy egyszeri szerelmi kaland. Ezért izgalmas a történet. A másik dolog pedig az, hogy olyan pontos patika mérleggel írta meg az író, és úgy írta meg, hogy rengeteg humor van benne, de közben van benne mélység, drámaiság is, és az a kettő ötvözete ad valami egészen különleges estét a nézőknek. Két emberről szól, de tulajdonképpen mégsem két emberről. Így igaz. Említettem az előbb, hogy megismerjük a Doris férjét, George feleségét, aztán később mindenféle szerelmi bonyodalmakba keveredik még George. Doris hosszú házasságban él tovább, így aztán megismerhetjük az ő gyerekeiket, és aztán ebben a másik részben pedig már ugye az unokákról is szó esik. Te megint impotens vagy? Hogy megint? Mikor voltam én impotens? 1961-ben. De nem az egész évben. És különben is akkor te megint terhes voltál. Te képzeld, 10 hónappal ezelőtt megint azt hittem, hogy gyereket várom. A szerző nagyon ötletesen bánt ezzel a sztorival. Hiszen ugye 5 évente látjuk ezt a két embert. Ugye az a megállapodás kettejük között, hogy egy évben egyszer találkoznak ezen a hétvégén. És ugye így alakul ki egy olyan kapcsolat, ami aztán 50 éven keresztül folytatódik. De ugye ettől, hogy 5 évente látjuk őket, ezért ez egy nagyon sarkos dolog, tehát a néző számára nagyon szórakoztató lehet az, hogy az 5 év alatt milyen változáson mennek át, mind külsőségekben, illetve hát főleg ugye az az érdekes, hogy mi történik velük, és ez hogy formálja a jellemüket. Ugye általában az ember, ahogy fejlődik az élete során, személyiségében, hát nem mindig párhuzamosan halad egy kapcsolatban vele a másik, és hát ez esetben is így van, úgyhogy nagyon hát érdekes szituációk adódnak abból, hogy éppen kinek hol tart az élete egy-egy találkozáskor. Nyilván ők hatással is vannak egymásra. Mi az, amit mondjuk Dorisból kivált ez a kapcsolat? Én szerintem a Dorisnál egy kifejezett olyan jelenfejlődés megy végbe, aminek a gyújtópontja az a George volt. Tehát ő egy kis egyszerű háziasszonyként érkezik a történetbe, és aztán egy nagyon komoly üzletasszony válik belőle, és azt hiszem ez, hogy ő így önmagára talál, illetve felpiszkálja az ő önérzetét, illetve azt, hogy az élet talán lehet, hogy többről szól, mint hogy csak háztartást vezessen. Ez szerintem ennek nagyon-nagyon jelentős része van benne George-nak. Kettékről szól ez a történet, ugyanakkor mintha mégsem egy két szereplős darabot néznénk, hiszen megismerünk másik emberi sorsokat is. Igen, hát Slade ebben is fantasztikus volt, hogy az életben is nyilván minden kapcsolatnak van olyan hozadéka, hogy az sok más embert is érint. Tehát nehogy Isten egy ilyen csalásnál sok-sok embert rántunk magunkkal. Itt így is, tehát itt is meglát,
láthatunk, megismerhetünk olyan embereket, akik tulajdonképpen nem szerepelnek a színpadon, de hát annyit beszélünk róluk, illetve a velük való viszonyunkról itt az első részben az én férjemről és a George-nak a feleségéről, illetve aztán később ebben a második részben, ebben ugye már gyerekek, unokák, tehát egy kiterjedt család, akiknek hát mindenkihol megvan a sajátos történet, a sajátos sztori, nem mindig vidám, nagyon életszerű, tehát valóban, ahogy minél többen vagyunk egy családban, annál több megoldani való probléma merül fel. Nem nehéz két este alatt 50 évet öregedni? De igen, igen, ez egy nagy kihívás. Tehát nagyon nagy segítségünkre volt Kárpáti Enikő, aki csodálatos jelmezekkel látott el bennünket, illetve Hargita Iván a rendező, akivel azt hiszem, hogy nagyon alaposan végigelemeztük ezt a történetet, és igazság szerint mi mindig megpróbáljuk az emberi állapotokat, tehát igazából, hogy nem csak priméren a kort ábrázolni, hanem azt, hogy hol tartanak éppen, és akkor így talán hitelesek tudunk lenni, és hát ez az a, nyilván meg van segítve a néző is, hogy a jelmezek azok pedig nagyon beszédesek, egy az, hogy mind abban a korban, hogy hány évesek vagyunk, illetve hogy hányos években játszódik a történet. Július 18-án és 20-án a Jövőre veled ugyanitt első része, míg július 19-én és 21-én a második része várja a Nyári Színház látogatóit.